Szeretettel köszöntöm a stúdióban Poyák Imrét és lányát Dórát. Elárulom a nézőknek, hogy Imrével nem mostani az ismerettségünk, nem most találkoztunk először, sok-sok évvel ezelőtt. 1991-ben alakította ő is a gazdaságot, ha jól tudom, és 1991-ben alakult a Magyar Mezőgazdaság is, úgyhogy 30 éves évfordulónk van mindkettőnknek, ugye? Ezért is a tegeződés nyilván köztünk, mert régóta ismerjük egymást, és most a generációváltás a téma nálunk, amit itt szerencsés, pozitív sugárzása van, úgy látom, hiszen egy nagyon talpra esett hölgyet köszönhetünk itt a stúdióba, aki úgy tudom, hogy az egyetem elvégzése után teljesen természetesnek vette, hogy beáll édesapja gazdaságába. Tényleg? Igen, én is köszöntök mindenkit. Igazándiból ezért is választottam ezt az egyetemet, tehát már az érettségi kor már egyértelmű volt, hogy ez a vonal lesz, amit én szeretek, meg amit el tudok magamnak képzelni, de az, hogy ezt így megszeressem, az majdnem, amikor már elkezdtem dolgozni, akkor így szépen fokozatosan jöttem rá, hogy nagyon jó, hogy ezt választottam. Imre, hogy lehet egy kislányt úgy nevelni, hogy megszeresse a mezőgazdaságot? Hát direktben nyilván nem lehet rávenni, hogy itt a mezőgazdaságban dolgozzon. Hát én úgy gondolom, hogy talán inkább a példa, meg az életmódnak a pozitív sugárzása, tehát ez vonzotta erre a pályára a lányomat. Egy pár szóban foglaljátok nekem össze, hogy mekkora is a Polyfrukt Kft. Mondjam? Tehát a Polyfrukt Kft. Maga olyan 1000 hektáron gazdálkodik. Ehhez csatlakoznak őstermelők, nyilván jó magunk is az őstermelőként, Dóri egyéni vállalkozóként, plusz még szolgáltatunk is. Tehát összességében olyan 1600-1700 hektár szoktunk évente bejárni. Hát azért ez nem kevés, ez fokozatosan alakult ekkorában ez a terület? Hát természetesen. A cég 91-ben, ahogy említette, tehát akkor még ilyen zöldséggyümölcsszárítmányokkal kívántunk foglalkozni. Igazán az nem nagyon indult be ez a dolog a kezdeti sikertelen próbálkozások után, de arra viszont jó alapot adott, hogy mikor megindult a mezőgazdaságban az úgynevezett rendszerváltás, tehát akkor már volt egyfajta háttér, ami alapján el lehetett indulni. Elejében csak bérmunkával foglalkoztam, és későbbiekben hát beláttam, hogy egyre inkább, tehát annak úgy önmagában nincs értelme, vagy sokkal gazdaságosabb, hogyha elkezdek saját erőből is gazdálkodni, és hát ahogy telt múlt az idő, így alakult ki ez a birtok méret, amit nyilván szeretnénk tovább fejleszteni, ha nem is csak a méretet, hanem inkább a korszerűbb, meg precízebb gazdálkodás irányába szeretnénk majd indulni. Én kaptam Dóritól egy kis összefoglalót, és abban olvastam olyat, hogy nagyon fontos a szakmai alázat. Azt el kell mondjam, hogy azért a mai fiatalok közül kevés van, aki ezt ilyen szépen megfogalmazza. Ez fokozatosan jutottál el idáig, hogy kell szakmai alázat, vagy már édesapád arra terelt, amikor beálltál ide, hogy enélkül nehéz ezen a pályán megmaradni? Úgy gondolom, hogy apa is, meg hát leginkább a természet, ami megtanított erre, hogy nem hosszú pályafutásom alatt is volt egy pár olyan eset, amikor tényleg egész évben mindent megteszünk, sok munkaóra, meg fáradtságos munka van a növényeinkben, és akkor egy-egy időjárási tényező, akárhogy nem esik az eső, akár egy jégeső, az azért úgy emlékezteti az embert arra, hogy igazándiból mi az, ami fontos. Szerintem így inkább a munka leginkább, ami megtanított erre. Én mindig arra kíváncsi vagyok, hogy mondjuk hogy következik be az, hogy első nap belép a lányom,
És őre úgy kell néznem, hogy most nem az én kicsi lányom, hanem mondjuk egy egyenrangú szakmai partner. Ezt hogy lehet megélni? Hát szívesen mondanám, hogy ez milyen könnyen ment, de nyilvánvalóan tehát nem így működött a dolog. Tehát feladatok vannak, a feladatot meg kell oldani, és tehát a feladat oldaláról közelítettük ezt inkább meg, mint a személy oldaláról, és akkor tehát így végül is olyan gördülékenyen ment, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan csak elfogult az ember a saját lányával kapcsolatban. Te is így érted meg? Igen, én sok velem hasonszörűvel vagyok kapcsolatban, és sok helyen inkább azt látom problémának, hogy most ezt így nagyon csúnyán megfogalmazni, hogy egyfajta versengés van szülő-gyerek között, de hogy talán úgy a sikerekből nem annyira tud részesülni mondjuk a fiatal, és az egyébként hosszú távon legnagyobb motivációt. És mivel nálunk pont mindig ez volt, hogy hirtelen, amikor oda kerültem, akkor kicsit kevesen is voltunk, és hát elég sok volt a feladat, és nem is kellett ezen gondolkozni, hogy most akkor ebbe kihoz döntést, abba kihoz döntést, hanem úgy szétosztottuk egymás között a feladatokat, sok dolgot megpróbáltunk együtt eldönteni, és így, ahogy közösen is elég sok dolgot szerintem úgy gondolom, hogy közös sikerként könyveltünk el, nekem is voltak apróbb, meg nagyobb dolgok is, és emiatt volt ilyen gördülékeny, én úgy gondolom, hogy ebből, hogy szétosztottuk a feladatokat, volt sikerélményem. Azt szokták mondani, hogy ugye a mezőgazdaság azért az, abban zömében férfiak dolgoznak, ezt lássuk be. Nem csak fiatalként, de nőként is azért egy kicsit sajátos a helyzetet. Hogyan fogadtak el? Úgy gondolom, hogy mára már egészen jól. Az elején volt, nem is mondanám, hogy voltak egyébként nézeteltérések. Én úgy gondolom, hogy a srácok, a traktorosok, ők nekik igazándiból az a lényeg, mint egy munkavállalónak, hogy egy jó munkahelyi légkör, meg egy környezet legyen, haladjunk a munkával, lássák ők is, hogy van eredménye annak, amit csinálunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egészen könnyen. Azt tudom, hogy nagy vadász vagy. A lányodat is elviszed? Igen, a családban mindenki vadász, a nejem is. De igazán szeretnek kint lenni, de vadász egyelőre nem lesz belőlük, de szeretnek kijönni, tehát attól függetlenül nagyon szeretik a természetet, néha külföldre is eljönnek velem, tehát a természetet szeretik, a vadászatot már kevésbé, tehát vagy a nejemmel, vagy a Dórival mindig valami okból megmentésre kerül a kilövendő vad. Több időd jut most már a hobbidra? Mert úgyis azt is tudom, hogy könyveket is gyűjtesz. Hát mindig azt tervezem, hogy majd több idő jut, de azt a végén csak az jön ki belőle, hogy csak nem kerül annyi, amennyi szeretnék, de nyilván tehát a Dóri örvendetes egyre nagyobb arányú belépésébe én azzal kalkulálok, hogy egyre több idő marad majd ezekre a tevékenységekre is. Van-e céldátum előtted, hogy mi az az idő, amikor teljesen szabadjára engeded a lányodat? Én nem is tudom, hogy ezt igazán akarnám-e, mert azért teljesen kilépni a cégből azt úgy nem gondolnám, hogy szerencsés lenne. Se a Dóri részéről, se a cég részéről, se magam részéről, de ezt a átengedést, azt nyilvánvalóan szeretném minél hamarabb és minél nagyobb arányba, hogy ez bekövetkezzen, de szerintem Dóri is igényli majd időnként majd a tanácsokat, vagy megbeszélni, hogy na most stratégiai kérdésekben, tehát az apró agronómiai kérdésekben egyre kevésbé szoktuk már átbeszélni, hanem inkább már rá van hagyva, hogy akkor döntsenek. Ha netán látod, hogy az ő elképzelése szakmailag mégsem jó irány. Mit képviselsz? Inkább tapasztalja meg saját maga, hogy esetleg most egy
nem biztosan jó döntést hoz, vagy megóvott tőle? Hát ez attól függ, hogyha, gazdasági probléma is keletkezhet belőle, akkor inkább átbeszéljük, és akkor az alapján hozzuk meg a közös döntést. Ha meg kevésbé olyan jellegű, azért nem baj az, hogyha megtapasztalnak, és attól nagyobb tanítómester nincs, mint a saját tapasztalás. A munka dandárjában vagyunk, úgy tudom, hogy most is nehezen szakítottatok időt, amit köszönünk is még egyszer, hogy eljöttetek ide, hiszen dübörög a zaratás. Hogy álltok most a munkákkal? Úgy gondolom, hogy egészen jól. Az árpát már befejeztük, egy 3-4 napja aratjuk a búzát, majd most megállunk és a repcét fogjuk levágni közben, homokizabb vetőmagot, és úgy folytatjuk a búzával, aztán még a rozs marad a végére, úgyhogy még bőségesen van mit aratni. Ilyen fiatal lánynak, mint te vagy, ugye a nyár a mezőgazdaságban azért nagyon-nagyon sok munkát, de a tavasz is a vetést, ősszel is újra, tehát egy örök munkát adó ágazat ez. Nyilván szeretnél te is menni, kikapcsolódni, pihenni, ezt hogy tudod magadban elrendezni? Ez nagyon jó kérdés. Hát leginkább úgy, hogy ez valahogy így kialakult bennem, hogy én is akkor vagyok nyugodt, ha ott vagyok. Ez nem is biztos, hogy mindig olyan jó. Az aratás legfőképp ilyen, mert úgy vagyok vele, hogy ha egész évben dolgozunk valamiért, ez már a jéghegy csúcsa, amikor meg annyira izgalmas szinte minden egyes táblát, amikor learatunk, hogy azoknak az egész éves döntéssorozatnak mi az eredménye, azt ugye ilyenkor látjuk meg. Ez az egyik, illetve szerencsére nagyon sok olyan ember van a környezetemben, aki hozzám hasonlóan így éli a mindennapjait, akár egyébként a közösségi médiában is sok olyan, akár lányok is vannak, akiket követek, akár fiúk, és látom, hogy ugyanúgy élik a mindennapjaikat, ugyanúgy annyit dolgoznak, ugyanúgy akkor pihennek, ha esik az eső. Úgyhogy szerintem erre így tudatosan az embernek akár oda is lehet figyelni, hogy olyan úgymond inspiráló emberekkel veszi körül magát, aki motiválja még pluszba ebben a dologban. Akkor ez azt jelenti lefordítva, hogy nem mész nyaralni? Hát augusztusban szoktunk, amikor learattunk, igen, ott van azért általában egy-két hét az aratás végén, és még a repcevetés, talaj előkészítés előtt, de igazándiból akkor is akkor jártunk még, mikor szerintem óvodás voltam, úgyhogy ez így teljesen természetes, hogy akkor tudunk pihenni, meg hát ugye télen. 30 év azért nagy idő. És nyilván nagyon nagy fejlődésen ment keresztül ez a KFT. Ez a következő 30 évben hol látod elhelyezkedni a céget? Ez az első 30, az nyilván jobban ér rólam szót, a következő már a Dóriról, hogy aztán azt az alapokat letettük, ami egy szinten tartás, vagy inkább egy fejlődésnek lehetőségét megadja. Egyre stabilabbá váltunk, tehát értem ez alatt, hogy a főbérletnek egyre kevésbé vagyunk kiszolgáltatva, ami az egy drága hobbi már a főbvásárlás. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek olyan alapokat biztosítanak, hogy továbbra is egy erős, stabil, fenntartható gazdaságot tud biztosítani. Ezáltal nyilván nem csak a családunknak, hanem a nálunk dolgozó 15 személynek gyakorlatilag megélhetést tud hosszú távon biztosítani. Itt mielőtt forgott volna a kamera, szót ejtettünk a digitalizációról. Egyetértettünk mindketten abban, hogy tudjuk, hogy van, és tudjuk, hogy kell csinálni, de nem biztos, hogy már mi szeretnénk, ugye? Te hogy állsz ezzel? A digitális mezőgazdaság az itt dübörög. Ez nem egy egyszerű dolog, annál is inkább, hogy nekem, ami a szívemhez közelebb áll, az egyértelműen a növények.
ezek a műszaki dolgok nyilván abból adódóan, hogy nő vagyok, ez nem igazán az én asztalom, de hát meg kell tanulni, vannak ugye erre képzések, most nyilván a pályázatból adódóan erre erőteljesen motiválják is az embereket, hogy ezt ugye elvégezzék. Hát nyilvánvalóan nincs más választás, mint hogy bele kell tanulni, hanem is annyira mélységeibe, de ahhoz, hogy az ember legalább átlássa, meg azt, hogy milyennek a haszna, mennyire, melyik elemeit tudjuk úgy használni, hogy abból többletbevételünk is lesz. Tehát nem igazán értek most még ehhez, de hát meg kell tanulni valamilyen szinten. Meg kell tanulni, igen, mert ez a jövő, és tiétek a jövő, ez egyértelmű. Nagyon sok feladat vár, úgy látom rád, tehát az elkövetkező idő nagyon mozgalmas. Hol fér ebbe bele a magánélet? Ez megint egy nagyon jó kérdés. Hát belefér. Nekem egyébként mindig is olyan... valahogy én csak úgy tudom elképzelni, hogyha a párom is ebben dolgozik, vagy hasonlót csinál. Én nem akarok senkinek magyarázkodni emiatt, hogy aratásban miért dolgozok 8:30-ig, vagy tehát, hogy mikor mérek haza. Szerintem sokkal könnyebb egy hasonló időbeosztású emberrel így összeegyeztetni ezt a dolgot, és egy csomó felséges konfliktustól megkíméljük magunkat. Meg én azt gondolom, hogy aki ebben dolgozik, az lehet, hogy egy kicsit akár jobban is értékeli azt, amit én talán csinálok, vagy legalább jobban érti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akinek hasonló az életvitele, azzal maximálisan összeegyeztethető ez a dolog. Hát nagyon reméljük. És apukától is megkérdeztem, hogy hol képzeli a céget 30 év múlva, te hol képzeled el? Hát ez azért egy elég nagy felelősség, hogy ehhez az ember hosszú távon hozzátegyen, és ne lefele épüljön. Tehát ez mindenképpen egy, nem mondom, hogy ugyanannyira nagy teher, mint amekkora óriási lehetőség is. Tehát nyilván ebből fejlődni is könnyebb, de nyilván mindig bennem van az, hogy akkor hozzátenni a dologhoz. Mindenképpen szeretném, hogyha ott a térségben egy stabil, meg egy olyan gazdaságként tudnánk fennmaradni, aki a technológiát tekintve, a növényeket tekintve, és úgy tudásban is egy élenjáró, ha lehet így mondani. Hol te köztetek olyan igazi konfliktus, mióta együtt dolgoztok? Hát nem igazán rémlik nekem ilyen. Kisebbek nyilván vannak, mikor valamit másképp gondolunk, de azért olyan is volt, amikor volt egy elképzelésem, és akkor végül is átbeszéltük, és nem úgy lett, ahogy akkor előtte én gondoltam. Tehát, de nyilván fordítva is volt, nem egyszer, lehet, hogy többször. Tehát, de összességében... Majd mondjad, igen. Ha másképp gondolom. Nem, így gondolom. Apróbb konfliktusok egyébként hazugság lenne azt mondani, hogy nincsenek, tehát nyilvánvalóan vannak. De szerintem az a legfontosabb, hogy soha egyikünk fejébe se fogalmazódott meg az, hogy most van egy konfliktus, és ez akár azt fenyegeti, hogy én mondjuk itthon dolgozok, nem dolgozok. Tehát, hogy az alapvető dolgokat nem kérdőjelezi meg egy konfliktus se. Apróbb dolgokon néha van nézeteltérés, azt megbeszéljük, de ez nem az alapvető dolgokat kérdőjelezi meg. Tehát inkább amiként érjük el a célt, tehát abban vannak esetleg. A mezőgazdaságban ugye nagy kérdés most ez a generációváltás, hiszen a mi generációnk lassan azért készül arra, hogy pihenni fog. Vadászni mehet nyugodtan, könyveket gyűjthet nyugodtan, én is csinálhatom a hobbimat. Te hogy látod a gazdatársaknál? Ugye nem mindenhol ilyen szerencsés a helyzet, hogy előttem az utódom. Hát igen, erről már több soron is beszélgettünk, már Dórival is. Tehát
az nagyon rossz azt megélni, hogy több gazdatárs van, akinek nagyon szép gazdaságokat fölépítettek, és gyakorlatilag csinálja, de igazán néha úgy elgondolkodik, hogy na most minek is csinálom. Tehát az nagyon jó kezdeményezésnek gondolom az ilyen birtokoknak, fiatalok, tehát azt segíteni, hogy a fiatalok az ilyen jellegű birtokokat megvásárolhassák, valamilyen módon a gazdálkodást el tudják kezdeni. A Dóri egy szerencsésebb, látszólag szerencsésebb helyzetbe került, de csak látszólag, mert mint ahogy említette is, azért ő átérzi ennek a felelősségét, és tehát ez azért nem csak lehetőség, hanem hogy mondjam, egy nagy kihívás. Igen. És hát úgy szoktam tehát mondani, hogy nekünk valahogy olyan szerencsés helyzetbe keveredtünk, akik ezt, egy ilyen gazdaságot összebírtunk rakni, de nem minden generációnak adatik meg, hogy ez éppen, hogy ez ilyen korba szülessen, hogy éppen ezt meg lehet csinálni. De legalább akkor a feladat lesz ezt fenntartani, meg esetleg tovább építeni. Ugye sokat emlegetjük azt is, hogy nem csak azért nehézkes ez a generációváltás, mert mondjuk a fiatalok nem akarnak ebbe beleállni, hanem azért is nehéz a mi oldalunkról, mert mi nehezen akarjuk átadni. Neked erről mi a véleményed? Én részemről nem tapasztalok ilyet, én inkább szeretem, hogyha kevesebb, tehát hogyha több szabadidőm van. Nyilván, mint ahogy már beszéltünk is az előbb róla, tehát hogy azért azt úgy gondolom, hogy a legfőbb, vagy a legstratégiai kérdésekben azért továbbra is talán azért szerencsés lenne, hogyha tartanánk a kapcsolatot. Tehát az átengedés. Amúgy meg a fiatalok olyan elegán, vagy általában olyan divatos, hogy mondjuk, hogy a mi időnkben mi mindent megcsináltunk, ezek a mai fiatalok meg nem. Hát egyáltalán ezzel nem értek egyet. Illetve elejében talán még egyet értettem, de mikor Dóriékat ott megláttam itt az egyetemen, hogy olyan életre való gyerekek voltak, hogy bizony. Vagy azok is. Azok is, igen. Mi, mint szaklapkiadó, egy kicsit azért szomorúan látjuk azt, hogy a te generációdat sokkal nehezebb rávenni például a szaklapok, szakirodalom olvasására. Ugye mindent elvitte az internet világa. Te ezt hogy tapasztalod? Ez sajnos így van, de nagyon sokszor van olyan, amikor van mondjuk egy adott téma, ami foglalkoztat minket, vagy egy újdonság, vagy akár egy új törvényi szabályozás, vagy sorolhatnám, tehát bármilyen újdonság, és apa, aki mindig rendszeresen és elég akkurátusan azt gondolom átolvassa ezeket a szaklapokat és az újságokat, tehát ő sokkal előrébb van ezekben az információkban, mint én, pedig én is. Hát sajnos igen, tehát én inkább a közösségi oldalakon minden ilyesmit követek, és ott nyilván amiket feldob cikkeket, de lehet, hogy könnyebben az ember átgörget rajta, vagy átlapoz, még hogyha lehet egy újságot a kezébe venne, akkor alaposabban átolvasná, de erre sajnos, tehát erre a kultúra, talán már most nem annyira alakult az ki, hogy én most este például leüljek újságot olvasni, vagy tehát, hogy ennek a hagyománya úgy az én életemben lehet, hogy egy kicsikét már kimaradt. Itt említetted, hogy ti, akik többen így dolgoznak a gyakorlatban, fiatalok, tartjátok a kapcsolatot. Ez mit jelent tulajdonképpen, hogy rendszeresen összejártok, kicserélitek a véleményeteket, elmondjátok, hogy ki hol áll éppen ebben, segítitek egymás munkáját, vagy mit jelent ez? Nem, erre idő se lenne, így szezonálisan főképp nem. Hát szerencsére úgy a környékbeli gazdálkodókkal, ott sajnos egyébként a környékünkben nő
nem igazán van, akivel itt tartanám a kapcsolatot, de tehát velük most nem azt mondom, hogy napi szinten, de akár ha elkezdünk egy növényt aratni, vagy látjuk, hogy ők már elkezdték akár a repcét, akkor összeírunk ki, hogy áll, milyen termést ad, milyen a minősége, mire számítsunk, jó-e már a vize. Tehát azért úgy gondolom, hogy egy szerencsére egy aktív kommunikáció van, és talán, de ezt remélem, hogy nem naivitás ezt mondani, úgy az irigységet se annyira tapasztalom. Tehát látjuk nyilván egymás gépeit, hogy most műtrágyát szór, most permetez, simán meg tudjuk egymástól kérdezni, hogy mit szórsz, mennyit szórsz, neked mi vált be. Tehát így a legfőképp így a technológiai elemeket illetően. Aki meg esetleg távolabbi, de mondjuk ugyanúgy női gazdálkodó, ő akár, hogyha kitesz egy képet egy közösségi felületre, és hogy ők most aratnak, akkor összeírunk, hogy ott hogy állnak, mik az árak esetleg. Tehát azért így az aktualitásokat szerencsére sokszor, vagy ha valaki, például most tavasszal volt egy ilyen eset, hogy nagyon kétségbe voltam esve, hogy az esők miatt a kukoricagyomírtást nem tudtuk időben megcsinálni, és hogy nagyon el vagyunk csúszva, és pont ez a hölgy ismerősöm, ő is kitett egy ugyanilyen képet, és akkor nagyon jó volt valakivel megbeszélni, hogy nem tudom, 200 kilométerre odébb, pont ugyanazokkal a problémákkal küzd, meg foglalkoztatja, mint amivel én itt. Uh-huh. Nyilván a helyzet ettől nem lett jobb, de... Nem tudunk ma már elmenni amellett, amilyen nehéz elmúlt év volt. Ti ezt hogy éltétek át? Ugye nyilván a mezőgazdaságnak mennie kellett tovább, de tapasztaltatok-e ott a környéken valami félelmet az ember? Hogy éltétek át ezt az időszakot? Hát szerintem nincs olyan magyar ember, akinek nem ért tragédia ebbe az időszakba, tehát nagyon közeli hozzátartozónk szerencsére nem történt. Cégen belül se történt semmiféle még megbetegedés se, hál' Istennek. Az elsők között próbáltuk magunkat beoltatni, próbáljuk a dolgozókat is erre kapacitálni, több-kevesebb sikerrel. Igazán a mezőgazdaság talán az egy kicsit elszigetült műfaj, és ezáltal tehát kevésbé volt kitéve ennek a betegségnek, fertőzésnek, de nyilván sok olyan ismerős, sok tragédia történt, amit most nehéz lenne. Vadász barátok mentek el, sok ismerős, aki még élhetett volna. Az elmúlt év az egy terményárrobbanást is hozott. Összefüggésbe lehet hozni ezt az időszakot? Vagy most ezt hogy látjátok? Az idei ez az elmúlt évhez képest milyennek várható? Hát úgy szoktam mondani, hogy ez ilyen bizakodásra ad okot a terményárak. A tavalyi évben elkezdődött ez a folyamat, és tehát ilyen még soha nem volt, hogy kukorica szezonjában folyamatosan emelkedő ára. Tehát ez 30 éve próbálkozok ezzel, próbálom elemezni, vagy megfejteni a titkot. Tehát magyarázzák ezt sok dologgal, nyilván a Kína belépése, meg stb. De attól függetlenül ezelőtt 10 évvel nagyon emlékszek a sajtóba, a terményárrobbanásról beszéltek, akkor az nagyon elhallgatott, és utána megint négyessel kezdődtek a terményárak, tehát ahhoz képest nyilván egyfajta óvatos optimizmus, ha szemléljük a mostani terményárakat. Nyilván aki jól döntött és elég merész volt és olyan kötéseket megmert tenni tavasszal, akkor annak most elég kellemesen alakul ez az éve. De hát még minden előtte vagyunk, tehát még a kukoricából még bármi lehet, és tehát lehet, hogy az a 6500 forintos terményár, az, hogyha a kukorica, vagy akár 7000 is lehet a gabona, amilyen kötésünk szerencsére nekünk is van. Magyarán a kukorica az még mindent boríthat, és tehát még ebből teljes tragédia is lehet.
De hát azt szokták mondani, amit az idő elront, azt meg is javítja, tehát reméljük. Reméljük, hogy ez másként lesz. Ha lehetne egy kívánságod, de csak egy, akkor, és ez szakmai, nyilván ezt gondolom, mi az, amit most legszívesebben tennél, megvalósítanál, valamihez nyúlnál? Hát, ha bármi lehetne, akkor amiben nekünk azért van hiányosságunk, az talán az öntözés, tehát az azért egy nagy álmom, hogy ott vannak azért szerencsére ott Városföld környékén egybefüggő, már hál' az égnek, jó területeink, amiben azért elég nagy fantáziát látok, hogy ott azért ezt szépen ki lehetne alakítani. Hát erre most mód és lehetőség legalábbis a pályázatok kapcsán talán lesz, úgyhogy még ez az álom könnyen meg is valósulhat. Reméljük. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát, neked egyre több pihenést, vadászatot, sok-sok könyvet kívánok, és akkor majd visszatérünk erre, hogy alakul Városföld sorsa. Köszönjük. Köszönjük szépen.